Tears. Jó lenne kikötni most magam, bezárom az utolsó oldalam. Nincs különösebb oka annak, hogy miért pont 3 év telt el a két lemezünk között. Közben kipróbáltunk többféle dolgot. Megjelentettünk egy-két singlet külön-külön, megjelentettünk egy kis lemezt, ez volt ugye az Y-sztorik, és amikor kitaláltuk nagyjából 1-1.5 évvel ezelőtt, hogy egy új nagy lemez következzen, akkor fogant meg ez a balkon tematika gondolat. Én átgondoltam azt, hogy mi foglalkoztatott engem az elmúlt 1-2 évben, amikor ezek a dalok születtek, és szerettem volna minden szeletet bemutatni magamból és magamról, hogy én mit gondolok a világról, és mi hogyan gondolkodunk a világról, aminek vannak magánéleti részei, vannak benne generációs kérdések, vannak benne a felnőtté válás nehézségeiről szóló gondolatok, közéleti gondolatok, tehát elég sok minden. Sok szakmabeli és nem szakmabeli is javasolta nekünk azt, hogyha Magyarországon szeretnénk érvényesülni, és Magyarországon szeretnénk érvényesülni, akkor érdemes inkább magyar szövegekkel támadni. Ez eleinte nehéz volt, tehát amikor rádöbbentem arra, és szembesültem azzal, hogy nem árulhatok semmilyen zsákba macskát, és minden egyes szót érteni fog a közönség, és nem tudok töltelék gondolatokat belerakni, hanem tényleg végig őszintének és direktnek kell lennem, az eleinte nagy kihívás volt. Ez egy fantasztikus lány, és téged szeret, de jó. Nagyon régóta gondolkodtunk azon, hogy szeretnénk feldolgozást csinálni, lehetőleg egy jó régi magyar dalból, hogy tényleg legyen is rajta mit feldolgozni. És hát ez nagyjából 1-2 évig pihent ez a projekt, és nem nagyon tudtuk eldönteni, hogy mi lenne a megfelelő dal erre a célra. Nem nagyon tudtunk közös nevezőre jutni, és ezt az egészet megunva én pár hónappal ezelőtt csak szimplán közöltem a srácokkal, hogy itt van ez a KFT dal, na ezt fogjuk feldolgozni. Egyébként én tavaly találkoztam az Édes Élet című lemezzel, ami a KFT-nek 1988-as lemeze, és instant szerelem volt. Egyáltalán nem titok, hogy a Legyen képlet című dal fog klippet kapni hamarosan, ez a lemez nyitódala ugye, és a legpopposabb dal talán a lemezről. Nyilván az ember ilyenkor mindig gondolkodik egyet, hogy mit érdemes klippesíteni, éppen a legművészi vagy a legkülönlegesebb dalt, pont azért, mert az valamiben más, mint a többi, vagy a legpopposabb dalt, mivel azt a legnagyobb valószínűséggel játsszák majd akkor a tévék és a rádiók. Mi inkább az utóbbi mellett döntöttünk, mivel még nem sikerült eljutnunk annyi emberhez, akihez szerettünk volna, vagy szeretnénk, és az egyébként a személyes kedvencem a lemezről a Legyen képlet, úgyhogy én különösen boldog vagyok, hogy az egész zenekar erre szavazott, hogy ezt klippesítsük.